Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. Egészen különleges a mai felhozatal, mert a kérdések 3500 évvel repítenek minket vissza, és valahol a sínai pusztájában fogunk bolyongani, amikor is bepillantunk egy újszülött otthonába, ahol édesanyjával pihen, mégpedig kislánya gyermek. Majd megnézünk egy sátorépítést, ahogyan a zsidók a szent sátort, az istentisztelt helyét húzzák fel, hogy milyen anyagokat is használnak, illetve néhány gondolat erejéig elidőzünk egy főpapi felkenetési szertartásnál is. És akkor kezdjük visszafele a sorrendet, mert hogy Mózes második könyve 29. fejezetében, a 20. versben olvashatjuk azt a különleges szertartást, illetve az ezt környező versekben olvashatjuk, amikor is a főpapot, illetve a pap fiait felkenték az istentiszteleti szolgálatra. Ez a különleges megbízatás nem is akár hogyan történt, hiszen egy kos vérével kenték meg Áron fiainak jobb fülcimpáját, hüvelykét, jobb hüvelykujját, kezét, lábát, és gyakorlatilag ez a felkenetés az olajjal való megkenetés mintájára történt, illetve később olajjal is megtörtént. Annak a szertartásnak a része volt, ahogyan felszentelték őket, hogy Isten előtt ember és Isten között közvetítő legyen. Eleve a felkenetésnek három része volt, hiszen egy tisztálkodás, egy mosakodási szertartással kezdődött. Ez azért is különleges, mert az új szövetségben majd újra látjuk, ahogy Isten a Szentlélek által megmos embereket, és az ő szolgálatába elhív, már az új szövetségi egyházban, tehát nem egy lévitai leszármazás alapján, bármely nemzetségből vagy népből. Majd pedig jött a következő szertartás, az öltözködés, amikor felvették azt a különleges papi vagy főpapi ruhát, aminek szintén számtalan szimbolikus jelentősége volt, és ezek után érkezünk el odáig, hogy vérrel és olajjal való megkenés is történik. Az olajjal való megkenetés a záró mozzanat, és tulajdonképpen nem egyébről szól, mint amiről Zakariás könyve 4. fejezetének a 6. versében egy olajfalátomás nevű leírásban is olvashatunk. Azaz, hogy Isten az ő különleges áldását, a Szentlélek áldását adja arra az emberre, aki odaszánja magát a szolgálatra. Azt olvassuk ott a 4. fejezet 6. versében Zakariásnál, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az erő tehát nem az emberiből, hanem az isteni áldásból fakad. Hertz főrabbi, dr. Hertz, aki a brit királyság szolgálatában állt, és ott a zsidó felekezet tanításait kommentálta, a híres 5-kötetes kommentár sorozatában azt mondja, hogy a fül, a kéz és a láb megkenése nem másról szól, mint hogy az ember legyen fogékony és érzékeny Isten szava meghallására az ő fülével, kezével szolgálni, tetteivel engedelmeskedni tudjon, illetve lábával az igazság útján járjon. Meghallani, mozdulni a jó irányba, majd pedig haladni is azon az úton, ami az Isten útja. Miután betekintettünk a Szent Sátor különleges szertartásába, most magának az építkezőknek a munkáját nézzük meg, hiszen a kérdés a következő az volt, Mózes második könyve, 35. fejezete 23. verse alapján, hogy honnan volt Izraelnek delfinbőre, azaz hogyan fették be a Szent Sátort, egyes fordítások szerint ezzel a különleges anyaggal. A tehás, vagy tahás bőr, ahogyan a Károlyi fordítás is használja, nem tudja lefordítani, egy az egybe átveszi ezt az idegen héber szót, azonban egyáltalán nem biztos, hogy delfinre utal, mert persze hát lehet, hogy delfinek is olykor arra tévedhettek, hiszen ki tudja, mennyire más volt a klíma, nem is beszélve arról, hogy kereskedők mindig voltak, akik a világ egyik pontjáról a másik pontra elvittek extra luxus cikkeket, azonban más fordítások valószínű közelebb állnak az igazsághoz, azaz a Szent Sátor különleges befedésére szolgáló bőr, kecske, kos és valószínűbb, hogy inkább sziklai borz bőréből, illetve szőréből készülhetett. Valószínű, hogy ez a táhás bőr, vagy töhás, ez szintén erről szól, sziklákon élő, egyébként tisztátalan állat, ezért szokták inkább másnak fordítani, mert vajon befedhették egy tisztátalan állat bőrével a sátrat. Ez azonban nem feltétlen jelentett kizáró okot, a szőre nagyon értékes volt, takarónak, lábbelinek és ilyen formában sátorlapnak is tökéletesen megfelelő.
Valószínűbb tehát, hogy nem delfin vagy fóka bőr, inkább ennek a különleges borznak a bőre volt. Egyes magyarázók azt mondják, hogy na de hogyan foghattak össze annyi borzot az izraeliták, amennyiből be tudták fedni. Azt gondolom, még mindig könnyebb volt borzot összefogdosni, mint delfint vagy fókát találni a földközi tengernek ezen a részén. És itt jön egy harmadik kérdés, mert Mózes könyveiben, második, harmadik, negyedik könyveiben aztán számtalan érdekességet találunk. Nem mondom, hogy mindegyiknek mély lelki tanulsága van, de hát ha önök kérdezték, akkor azt gondolom, hogy minimum érdekesség. Mózes harmadik könyve 12. fejezetének az 5. versében olvasunk arról, hogy ha leánygyermeke születik egy asszonynak, akkor tisztátalan legyen 2 hétig, majd pedig újabb 66 napig maradjon vérétől való tisztulásában, azaz ne menjen a közösségi alkalmakra, elsősorban az Isten tiszteleti alkalmakra. Miért kell ilyen sokáig tisztulni leánygyermeknél, ha jóval több kétszer annyi ideig, mint fiúgyermeknél? A már említett Herz főrabbi a maga kommentárjában rögtön hozzáteszi, hogy semmi esetre sem azért, mert inkább tisztátalannak tartották a leánygyermeket szülő asszonyt. A talmudi magyarázatok alapvetően 2 irányba visznek el minket, és azért a Talmud, mert a Biblia egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, mintha csak ismertnek tekinteni a választ. Az egyik irány az volt, hogy az anya a fiúnál hamarabb békül meg a szenvedésével, a leánynál hosszabb időt kell erre hagyni. Én nagyon remélem, hogy az akkori apák sem voltak annyira nyugtalanok, hogy nekik nem fiú, hanem leánygyermekük született, úgyhogy ez a lelki gondozói megfontolás nem biztos, hogy közel áll a megoldáshoz. Valószínű, hogy Herz főrabbi is ezért egy másik javaslattal is előállt, ami fiziológiai természetű, tehát azt mondta, hogy különbség lehet a 2 szülés között, és egyes ókori megfigyelések szerint a leánynál nagyobb és több a fájdalom, tehát hosszabb volt a regenerálódásra szánt idő is. Valószínű, hogy még ez is inkább csak egy múlt század közepi magyarázat, mert egy mostani kommentár, az Andrew's Bible Commentary már azt mondja, hogy a különlegessége egy szülésnek mindig az volt, hogy a tisztátalanság, a bűn, mint az elmúlás, a halál szimbóluma, ugyanakkor a gyermek születés csodája, tehát egy új élet kezdődik, valamiféle sajátos találkozás volt, és hogy ez az élet és halál találkozás, az Istenre való kegyelemre való utaltság, gondolata meg lehet abban is, hogy az anyát ennyire figyelembe veszi, és amikor ma már tudjuk, hogy az anyai hormonok hiánya miatt a megszülető leánygyermeknél is nem kívánatos vérzés állhat elő, akkor az újszülött leánynál kétszeres volt az a kockázati idő, az a felépülési idő az anya számára, a gyermekkel töltött idő is, amit elsősorban valószínűleg higiéniai szempontból lehetett. Nem tudjuk pontosan a választ. Ezt is hozzá kell tennem, mert már a harmadik magyarázattal próbálkozom, és valószínű, hogy újabb és újabb kommentárokból újabb és újabb megközelítéseket láthatnánk, hallhatnánk, de mindegyik kivétel nélkül hozzáteszi, nem tudjuk pontosan a választ. Egy biztos, ez viszont nagyon pozitív, az anya 2-szer annyit pihenhetett, ha kislánya született, és ennek mindenféleképpen örült, azt gondolom.